Azok, akik korábban kaptak hűségkártyát, de tavaly nem fizették be az adókat és illetékeket, a kártyájuk a 2023-as évre elveszítette az érvényességét. A Városi Képviselőtestület tavaly olyan kivételt hagyott jóvá, hogy a tartozások rendezésének november 30-ai határidejét kitolta év végéig. December 31-ig lehetett befizetni az adókat és az illetékeket, és akkor ennek következtében 658 újonnan jogosult részére állítottuk ki a hűségkártyát, ami most épp folyamatban van ennek a kézbesítése. A kézbesítés csak egyszeri alkalommal történik, azután a nem kézbesített kártyákat elhelyezzük itt a városi hivatalban, per pillanat az információs pultnál lehet őket kikérni. Elsősorban a 18. évét betöltött dunaszerdahelyi állandó lakhellyel rendelkező lakos, aki minimum 12 hónapot itt élt Dunaszerdahelyen, az kaphatja meg ezt a hűségkártyát. Jelenleg 15.362 érvényes hűségkártya van, amely a tulajdonosát számos kedvezményre jogosítja fel. A hűségkártya tulajdonos kedvezményt kap a termálfürdőben, a Városi Művelődési Központban olcsóban vásárolhat továbbá parkolókártyát is. A dunaszerdahelyi aktív hűségkártyával rendelkező szülőknek kevesebbet kell fizetni a gyerekük óvodai és iskolai étkeztetéséért is. Jelenleg az iskolai ebéd az alapanyag értékéből és egy 50 centes rezsiköltség hozzájárulásból tevődik. A DS hűségkártyát felmutató étkezőknek ez az 50 cent 100%-ban eltűnik, tehát árkedvezményképpen jelenik meg 0 euróként. Így egy átlagos étkező egy év alatt akár 75 eurós megtakarítást is el tud érni. A hűségkártyával rendelkezők a kijelölt üzletekben is kedvezményt kapnak. Az üzletek listája, amelyekkel a Városi Hivatal szerződést kötött, megtalálható a Város honlapján.